Hát, hölgyek, urak, üdvözlünk mindenkit a Roppagodába ismét. Mai áldozatunk, elnézést, vendégünk a Jack Range zenekar. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Ez a Wiki Black Media, Wiki Black Brand Ki vagy te riport sorozat része. A mai riporteretek én leszek, Szabó Laci, ami Wiki nem talál új vagy más riportet és vagy férjet. Ez egy ilyen heti állás, tehát mindig adott hétre szól. Először kérnék szépen egy bemutatkozást. Tóth Róbert, Doki. Én a ritmus gitáros vagyok alapból a zenekarban. Kis Levente vagyok. Leves, basszus gitáros. Szeretem a basszus gitárosokat. Tényleg, kedvenc hangszerem. Natural István. Vokalista, háttérvokál, nagyon jó barát és södivó. Ignács Sándor Alex, gitár. Lukács Viktor, dolog. Amit Nahi mondotta, az egy dolgot tennék hozzá. Hölgyek, urak, természetesen tudjuk, hogy a zenészek csak kávét és üdítőt isznak. Tehát ez amit ő mondott, az azt jelentette, hogy a kólának egy más fajtáját isznak. Ez költői túlzás. Teljes. Tehát, hogy az a bizonyos 80-as évekbeli szám, hogy sörigó vagyok, az mára úgy néz ki, hogy alkoholmentes és teljesen mindenmentes léívó vagyok. Viszont? Erről egy pillanatra kiskoromban, amikor így még a tévében ment ez a klip, hogy ott állnak sorba, hogy sörigó vagyok, én ezt nem tudom hány évesen végignéztem, és ez meghatározta az életem alkoholfogyasztásának egy részét, tehát az Osziának köszönhetően szeretem a sört. Köszönjük szépen Paksi Andrének, hogy Nahi szereti a kólát. Igen. Meg a kávét. Bocsánat, a kólát, a kávét és a lássak. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy kijavítottál, én mindig csak rosszat kérdezek. Szóval, hölgyek, urak, Jack Range. Jól ejtem? Igen. Zenekar, és mutassuk be azt a tagot, aki nem tudott eljönni. Ajaj. Igazából az alap énekesünk nem tudott, mert olyan a beosztás, hogy nem tudtuk sajnos a munkahelyén kipótolni senkivel. Nem vállaltak be senki, hogy helyettesíti, ezáltal ő most ezen a riporton nem szerepel. Sőt, hogy hívják? Orbán Norbert. Igen, aki a Roppagoda család tagja, nagyon sok mindent szokott megosztani, és ő hívta fel Wiki figyelmét rátok. Úgyhogy köszönjük szépen, mert néha nem azért, mert nem figyelünk, hanem egyszerűen egy-egy zenekar mellett úgy elmegyünk. De köszönjük szépen, mert nagyon jó kis zenekar vagytok, és az első nagyon fontos kérdésem az az, és ez egy provokatív kérdés lesz. Miért pont az úr ülött? Miért tűnt középre? Én megkértem, hogy mások üljenek középre, nem sikerült. Mások vittek rossz utakra? Igen, viszont Norbertnek kitartást kívánunk innen is. Egyértelmű. Köszönjük, valamelyik, hogy nem jött el. Azért ülök itt éppen, mivel tényleg a többiek nem akartak középre ülni, mert hogy ez valami meghatározó hely, de ahol Norbertén lenne, át kellett volna ülnem, de nem, mert volt másik szék. Hát igen, még csak az énekes legyen középen, és akkor az ő helyét fogadta. De így közösen ülünk, az a lényeg, közösen ülünk. Újabb tervek vannak, ha már itt tartunk, tehát a lényeg az, hogy Norberttel együtt ketten majd jól kidolgozunk egy stratégiát, hogy hogy lehetne együttműködni a két hangnak. Eddig csak két vagy három dalban volt közreműködés. Négy. Jó, de azt már két bulit már lenyomott van. Két bulit lenyomtam, és szeretnék majd az összes többi dalban is közreműködni, és ezt itt Norberttel együtt kell, hogy megszokjuk egymást, hogy mikor kell énekelnünk, hol. Most kezdjük majd a közös munkát. Igen. Tudjanak együtt kooperálni, megnézzük, hogy mi hogy jön ki, jól. Itt közösen kitaláljuk a dolgokat. Akkor a régebbi számokat dolgozzátok át, vagy új számokat írtok? Egyelőre a meglévő repertoárt, úgymond csak saját mintákat játszunk. Ezek lesznek igazából énekileg újra gondolva, hogy ugye ketten együtt működjenek. Meg hát persze készülnek majd újabb dalok is, de egyelőre ezt, ami megvan. Nahi, egy kérdés még hozzád, aztán elindulunk majd hangszer specifikusan. Ez pedig az,
Mennyire fontos énekesként, hogy a adott szövegvilággal azonosulj? Ez egy nagyon jó kérdés. Ezúton megköszönöm Sándornak, hogy tök jó szövegeket ír. Amíg nem találkoztam a Jack Prince munkásságával, addig ugye magával a szövegvilággal sem találkoztam, azért Sanyi mennyire jókat tud kitalálni. Ezáltal egy kicsit lehet érnek a témától is, hogy ugye van nekem egy Nahi projektem, ami a saját dalokból, amit Kecsmarik István barátommal csináltunk a pandémia alatt, vagy négy lemezt, meg most a volt Rotor zenekarra Diesel néven csinálunk valamit, és mindenhol más szövegek vannak, a Sanyi az teljesen jól elkapja azt a fonalat, ami, tehát kell a rockban, amit mondjuk általában az emberek a tagcsapdában szeretnek, azt a, nem szókimondó, vagy nem a káromkodós része, hanem a, az, ami kell a normál embernek, hogy hallja, ez a való életről szól, és mindenki magáéval tudja tenni, de közben mégis az a rock and roll feeling lesz, és én azt tettem észre, hogy Sanyi ezt jól elkapja ezt a világot, mert a zene is ugyanez. Tehát nekem annak ide sing-sing volt a minden, tehát a magyaroknál, nem tudom, és meg a Jack Rangel nem lehet belőni, hogy sing-sing, mert hogy általában nem lehet összeegyeztetni semmilyen stílussal, tehát egy csomót érinti, és ezt tök jól összevegyíti, tehát egy jó hibrid. És ezzel a dalom és szövegvilággal próbálok úgymond összelőni, előtte heavy metalból érkeztem, tehát ez teljesen más vonal. Viszont Norbival, meg mindenkivel, tehát mivel a Dokival és Jimmy barátommal is már zenéltünk együtt egy feldolgozás zenekarban, ezért szerintem egy tök jó hangulatú és tök jó barátságban lévő zenélés folyik itt, és a Norbival együtt próbáljuk összevegyíteni a kettőnk más hangszínét, és ebből egy tök jó kis dolog. A szövegvilággal pedig teljesen egyet tudok érteni, mert hogy ez nekem is szól, ez a szöveg. Meg arról, amilyen vagyok én is. Volt olyan szöveg karriered során, hogy azt mondtad, hogy ezt nem, ezzel nem tudok azonosulni, hogy ezt hagyjuk inkább? Jó. Akkor mindenkitől elnézést kérek, aki érintett ebben. Ajaj, ne sértsünk meg senkit. Igen. Nem, Kaposváron éltem, és egy nagyon kedvenc zenekaromban énekelhettem. Tehát, hogy kiskoromban felnéztem erre. Viszont az a 80-as évek szövegvilága volt, ami teljesen létjogosultságot érzed akkor. Ma már ciki, de hát ugyanaz, mintha most az első pokolgépben ezt meghaltam, és ott is én nem tudnám olyan átéléssel énekelni azokat a szövegeket, de hát hasonló dolgok voltak, és ezért nem is marad a zenekar, de igen, voltak olyan. És a mai füllel, de már több mint 10 vagy 15 éve énekeltem azokat a dolgokat, és már akkor is cikinek éreztem, és valaki meg nem, mert hogy abban a korszakban nőtt fel, és ő át tudja érezni. Viszont én meg akkor még ilyen úttörő, ahol tud segít, vagy mi volt, az voltam, és így kegyetlen, akkor még úgy nem éreztem át ezt, hogy összevernek hosszú hajad miatt, meg minden, tehát hogy így, igen, voltak a dolgok. Megengedtek egy saját megjegyzést. Én is korom miatt, ifjúkorom miatt, emlékszem, mikor még a módosok, meg a rockerek ütötték egymást. És most van egy rádió, ami rockot játszik, és módot is hallottam benne. Szóval valahogy valamin az idő így egy idő után túlmegy. Ez is lesz majd egy kérdés, de Sanyi, egy nagyon fontos kérdés. A szövegvilágod az milyen? Mi hat rád? Mi inspirál? Ez egy jó kérdés. Igazából, ahogy Nagy is elmondta, a hétköznapi dolgok, az embereknek a dolgai, amiket átírunk, vagy jelenkornak a meghatározó
értékrendje. A hétköznapi életünkből a trendek. Igen. Provokatív kérdés. Meg akarlak téged ismerni. Szövegeidet hallgassam, beszélgessek veled, vagy mind a kettő. Mennyire vagy te benne azokba a szövegekbe? Hát, mint mondtam, tehát ez a mi életünkből is merít egyébként a szövegvilág. Úgyhogy valamelyest igen, de az általunk körül ölelő világ, illetve embereknek a napi, mondhatom ezt, hogy akár nyomora, akár öröme benne van, azokat, amiket megélünk, amiket mi megélünk, hogy mások megélnek, de mások hatnak ránk. Szerintem ez így, meg illetve az egész világnak, ahogy most alakul a történelmünk, mindent fel tud ölelni. Azt mondd meg, ez engem mindjárt elnézést, csak ez egy fontos, tényleg számomra fontos kérdés. Az pedig az, hogy van-e olyan szöveged, amit x évvel ezelőtt írtál? Persze van. És játszotok. És azt mondod, hogy amit akkor éreztél, vagy volt, mikor most játszhatok, ugyanazt váltja ki belőled? Hát én belőle mindenképpen, de ugye itt van olyan szöveg, ami akár egy visszatekintés is lehet egyébként a korábbi múltra. Ugye pár évvel ezelőtt még teljesen más világot éltünk. De igen. Tehát... És volt ebbe a vitában, mit gondolsz arról a vitáról? Azt szokták mondani, hogy hard rockot, heavy metalt, csak angolul, mert angol száz ott született meg. De azért nagyon nagy hagyománya van a magyar nyelvű. Azért jelentkeztem már később, de Hellendorf már is van. Én úgy gondolom egyébként, hogy való igaz, hogy a alapvetően a rockzene nyelve az angol, de itt Magyarországon magyaroknak zenélünk. Elsősorban szerintem nagyon fontos, hogy a legtöbben azért megértsék azt, hogy miről, mit akarunk közvetíteni az emberek felé. És tervekben van egyébként angolosítva is egyébként ezeket a dolognak majd a megjelentetése, de elsősorban Magyarországon, mondjuk magyaroknak úgy gondolom, hogy ez a legközvetlenebb. Most egy provokatív kérdés mindenkihez. Volt itt olyan zenekar, aki azt mondta, hogy hát ő annó fiatalon az Iron Maident, az kidobt. Hallgatta, egy büdös szót nem érte. De nem azért hallgatta, mert hogy a szöveg, hanem mert a zene. Tehát ti ezt hogy látjátok, hogy mennyire fontos, tehát mi a fontosabb, a szöveg vagy a zene? Nekem részemben a zene. Tehát amikor elindul egy AC/DC szám, akkor nem a szövegvilága fog meg, hogy hol adott a Rózi, hanem az a bedöngöl a földre. Részemben, igen. Főleg, hogy annyira nem is beszélem az angolban. Megértem, de hát nem arra figyelek. Nyugodj meg, hogyha elővennél egy-két Rolling Stone számot, és lefolytanád, nagy meglepetés lenne. Mm. Szóval ők se erre. Én azért jelentkeztem, mert a szöveges kérdéssel kapcsolatban vissza nyúlva, és bele a mostani kérdéssel kapcsolatban, abban is bele folyva. Tehát a szövegvilág, és tényleg Magyarországon, tehát a Wisdomnál megkaptuk ugye annak idején, mert Magyarországon angolul énekeltek, és sokkal jobban tűnődik a magyar osztiánt. Van magyar osztiántak, és akkor mert hogyha magyarul nyomnátok. Angolul tök más nyelvterületeken elértünk bizonyos sikereket. Jó, itthon is kedveltek az emberek, csak nem értették ugye, amit énekünk, vagy egy csomóan értették, de ugye sokan azért piszkálódtak, mert hogy valami támadó pontot kell, amit megbeszéltünk, mindig vannak azok az emberek, akik megkeresik azokat a kapaszkodókat, amivel tudnának ártani. És tehát én is valamiért, nekem is kellemesebb, vagy nem tudom, tehát kellemesebb angolul énekelni, mert tényleg olyan, hogy ha énekelsz valamit, többször, hogy elénekel magyarul, meg angolul, és angolul mégiscsak jobban szól. Azt mondtam, hogy egyszerű. Tehát, hogy lehet, de a magánhangzók miatt is tök máshogy szól. Magyarul máshogy jön ki a prozódia, van egy magyarul esik kell. Tehát például én hallottam már, nem is tudom, most a hátzenekartól kezdve minden, tehát próbáltak ez a
We're not gonna take it. Megcsinálták a hard, és így katasztrof ez a ráz, meg jó, és táncol, meg az a, nem tudom. Hát hiába játszották, meg énekelték el jól, nem ugyanaz volt. Hallottunk már popslágereket magyarul, Chris Frulli-tól, meg a mindenkitől is. Kegyetlen, tehát nem lehet összehasonlítani, viszont tényleg Magyarországon vagyunk, általában magyar közönségnek éneklünk, és mostanában én is mindig a magyar nyelvterületen járok, tehát tényleg jó, meg belegondolok a 80-as évekbe, tehát Weissnéktől kezdve, az, amiről szólnak a dalok, és mindenki fú, de imádja Weissnéktől. Miről szólnak a dalok? Ne törd össze a szívemet újra, a izé megint szeressé már, meg ez a szerelem, meg a izé. Ha ezt elénekelnéd magyarul, igen, olyan rosszul szólna magyarul, hogy lefordítanád és elének, a Still Loving You, azt például meg lehet csinálni, jó, de, és Don't Break My Heart Again, akkor Is This Love, meg a összes ilyen, vagy szakítás, vagy az úr, mekkora szerelmes vagyok, meg a Love Gun, a Kiss-től, az a saját nem szervére jött dal, hogy én majd ott nyomom már, a szerelem áll, jó, és ez a minden, kérem. És az emberek éneklet, fú, de jó dal, és közben nem gondolkozol azon, hogy ott mi is történhetett. A szerző mire gondolt? Karácsony előtt hallottam rád, nagyon szeretem Freddie Mercuryt, nekem ő a kedvenc énekesem. Mert így bevállalom, tehát ő a csúcs. Ő a csúcs éneklés. És volt, ami karácsonyi. Annyi volt az egész, hogy oh, what a Christmas, oh, it's Christmas, oh, what a... Ez volt a szöveg. Elkezdve magyarul elő akarnád adni, oh, micsoda karácsony. Mondanak, hogy ez retardált, hát komolyan emberek, hát baj van. Szóval, hogy igen, tehát, hogy ami angolul nagyon tud ütni, mert valahogy... Igen. Magyar... Nem tudom. De róla, miért nem? Nem úgy jön ki. A másik, most hozzád egy kérdés, amikor elkezdtetek a közös munkát, hagyták, hogy be, mondjuk, mert minden énekesnek más a légzés technikája, egy kicsit máshogy hajlít, máshova teszi. Hagyták, hogy picit bele nyúj, esetleg szóvégekbe, esetleg, hogy jobban kijöjjön az ének. Persze, hogy hagyták, de gyakorlatilag mi a munka elején, nem, tehát három vagy négy számnál, a negyedik az feldolgozás, tehát azon nem kell sokat dolgozni. Hagyták. Meg azon vagyunk, hogy a két énekesnek a dolgait összegyúrjuk, és tényleg úgy van, hogy ő hol énekel, ugye az Ego Project kapcsán, még a Tüdővel énekeltem együtt, nem tudom, tudom, tehát igen, mennyire tudom, emlékszel az igen, Ego Projectre. Igen. És ott is ugyanez volt, hogy a kihasználva a két énekes más hangi adottságát, összegyúrva egy jobbat kihozzunk és kiegészítjük. Most is ezen vagyunk, meglátjuk, hogy mennyire működik. Nekem ez izgalmas, meg tök imádom a srácokat, és majd meglátjuk, hogy ez hogy működik. Hogy egy is magad. Nem, hát imádni akkor is fogom neked, csak hogy lehet, hogy az a probléma, hogy én nem tudok mindent elénekelni, amit a Norbi, de persze nem is kell. Meg a Norbi is más, tehát hangadottság. Nagyon, nagyon más, hogy énekel a két ember, és ebből majd, ugye meg, majd ki kell találni, hogy mikor, mit ki énekeljen, meg a Marco kitalálni. Bocsássatok meg, tényleg egy személyes megjegyzés, ez elsülhet nagyon jól és nagyon rosszul is. Igen. Tehát azért ez egy, de én bízom abban, hogy ismerve a Norbinak is hallottuk a számokat, téged meg már korábbról, hogy ez nagyon jó lehet, hogyha így szépen... Ha ügyesen összerakjuk, ez szerintem jó lesz. Nem akartam ezt így mondani, de igen. Össze kell rakni. Igen, most a munkafázisban vagyunk, tehát hogy ezen kell dolgozni. Így a szövegre még visszatérve, hogy a Sanyinak a szövegét tök szeretem. Képzeld, de olyat is kaptunk, annak idején 90-valányban Armageddon című zenekart csináltam, és... Válaszra várva azóta lesz címe. És megállítottak az utcán, meg a metrón kérdezték, hogy én most vallásos vagyok-e, mert hogy ugye olyan sugallata volt. Tehát ez amikor versenemzés van, és mindenki belegondolja, amit szeretne. Ami tényleg volt ennek egy vallásos háttere, de nem keresztény zenekarról beszélünk, csak aki írta a szöveget, abban neki volt egy...
És ugyanúgy a Nahi összekészült anyagok kapcsán és a Krecsmek István barátomnak vannak ilyenek, hogy mit tudom én, most egy ilyen utalás, hogy nem adom a lelkem 30 ezüstért, és ez ilyen gyúdásos, vagy bármi, vagy messze menj ország, és arról szól, hogy ugye annyira egyre jobban eltolódunk a mennyországtól, vagy a vallástól, mert a média visz már meg minket. Na és ebből kifolyólag mindenki, jól meg keresztény metált játszol, és akkor fú, de... Mert ugye, miről szól a verselemzés? Tehát, mire gondolt a költő? Azt akkor, hogy én találom ki, Petőfi mire gondolt. Tehát Petőfi tudja, hogy ő mit akart azzal kifejezni. Az, hogy leírom jól, és kapok érte egy ötöst, hogy én mit gondolok, hogy a költő mit gondolt. Tehát fura kitalálni. De a Sanyinál azért, és most nem leegyszerűzöm a szövegeket, tök jó, hogy azonosulni tud vele a normál ember is. De amikor tehát valaki leírja egy ilyen elborult, veszítva a költő, meg beborozva, most honnan tudom, maximum annyi bort kellett volna meginni, hogy elnézd, ott kell tenni a dolgot, hogy bekólázva, tehát... Ja, bocsánat, igen, igen. A másik az jutott az eszembe, hogy megkérdeztek egyszer az Oszbort, hogy ugye a megszálló, hogy a RIT számok hogy írta. Szóval nem tudja, ő kicsit beizélt, fölébent is ott volt a szöveg. Fogalma sincs, miről szól. Ez a fura, és valakik meg úgy játszották fel a lemezt annak idején. Hát, mit tudom, a Metric Crew szerintem annyi kólát ívott, és feljátszották, és tök jó a lemez. Amire Metallicát időben a alkoholikának, hogy szóval voltak ilyen időszakot. De hát kegyetlen, hogy azok még tudatmódosító kólákkal is tudtak. Olyan kokacserjéből készült, hogy a kóla. Olyan zenélést végrehajtottak, vagy nem tudom, valaki azt mondja, hogy mások játszották fel, most nem a Metallicánál, de valahol ahol, hogy mások feljátszották. A Annihilatornél olvastam egy történetet, hogy a Jeff Waters-t kérdezték, hogy Alice in Hell lemeznél van az a szintén én a kialajó, ugye nagy operatikus valami, ugye ez tök jó éneklés folyik, és ugye a csávó meg ott mormog valamit, jó nem, jó énekezés, és csak hogy nem hiszik el, hogy ő volt, és mondta, hogy voltak ilyen válogatások, és szóval jött valami hardrock énekes a trash zenekarban, és akkor felénekelte a dalt, és megtartották ezt a részt, és bemásolták, és azóta is azt hitték, hogy az a csávó énekli, aki az énekes lett, de nem, az valami vendég. És nem tudjuk a nevét, és tök jó éneket, azon a egy másodpercen keresztül. Jó, akkor még egy provokatív kérdés, aztán majd elindulunk körbe, hangszerek kicsit úgy. Ez pedig így hangzik, ez a provokatív kérdés, hogy Viki azt mondta, hogy nem kérdezhetem meg a név kapcsán, hogy miért pont ez a név, miért ez a név, mert hogy mindig mindenki ezt kérdezi. Úgyhogy én nagyon frappánsan és szofisztikáltan szoktam ilyenkor azt mondani, hogy akartuk beszélni a névről. Mivel egy Viki megtiltotta, így nem. meg is úsztuk. Én az apám miatt kaptam a nevemet. Egyébként a névválasztás, ugye a törzsemet megkérdezték, hogy akkor miért törzsem? Azért, mert ugye kiderült, hogy az egyik tagnak, a nagymamája ilyen szeszt főzött, és az volt a neve. Szóval. Nekünk van egy nagyon jó sztorink egyébként erre a név választásra, és azt Levente fogja elmondani. És ez nagyon jó egyébként. Hát ez kb. Olyan, mint a Nyomás után a című, ugye abban van, Nyomás után a című filmben K1, ahogy felvette a nevét. Egyszerűen csak megtetszett neki az a név, hogy K1, és ő elvette ezt a nevet. Mi is így voltunk ezzel. Tehát semmi különös. Hát, semmi különös. Semmi különös jelentősége nincs igazából. Jó, de hogy nincs. Jó, akkor induljunk el hangszer specifikusan. Honnan szoktunk elindulni? Ritmus szekciótól. Most jön akkor a már nem rajongó, de még nem zenész, a zenekar a legjobb barátja. No, hát. De egyébként higgyétek el, nálunk Sopán zenekar megfordul, nagyon meghatározó a dobos. Tehát abszolút. Nálatok mennyire meghatározó? Hát nem verjük nagyon csak dobos vagyok. Többiek a zenészek. Csak a ritmus próbálok. Egy olyan dobos, aki kiváló gitáros. Hát az nem. Jó, akkor egy provokatív kérdés hozzá.
Ez az, én úgy osztottam le magamba a dobosokat, hogy két nagy irányzat van, aztán ezek átvethetik egymást. Az egyik, ez a Led Zeppelin, a John Bonham-es, aki nagyon figyel a gitárra, és ha megy, akkor tehát követi a gitárt. És van a másik, ez a, én a Rolling Stones, a Charlie, ha leromlik, azért akkor is ő azt üti, és ő utána, mert hogyha minden szétesik, ő akkor is ott van. Tehát te melyikbe sorolod? Hát én próbálok menni a zene után, mert ha érzem, hogy ingadozás van, akkor valahogy ezt, azt helyre kell hozni. Ha sincs? És többnyire Sanyi kezdi ezt a nótákat, ő indítja a gitárra, és nagyon kell figyelni, hogy a beütések kívülnek helyi legyen. Aztán tulajdonképpen kezdéskor, számkezdéskor én vagyok utána. És takjára játszol, vagy? Hát nem, de jelenleg még nem, de próbálkozom. Ugye nem egy egyszerű feladat. Még egy kérdés, ez pedig úgy, de ezt most a többiek úgy sem hallják. Az tényleg úgy van, hogy végül is, ha valami kebasz van, akkor mindenki rád néz. Nem volt még ilyen, hál' Istennek. Nincs. Nem is szabad, de az volt. Megbeszéltük, akármi van, megyünk tovább. Majd vissza. Ugye az a szokás, hogyha valami van, akkor általában attól veszi észre a néző, hogy mindenki így a dobost nézi, hogy most akkor hol vagyunk, vagy mi vagyunk, vagy... Nem, mi akkor nézünk rá, hogyha minden tökéletes. Ez igen. Hát igen, mert tulajdonképpen ezt, úgymond ezt előfordulhat olyan, hogy egy kicsit valamit elnéz, mondjuk. De ugye mivel nem áll meg senki, ezáltal ő folytatja ugyanúgy hozzánk. Tulajdonképpen mi nekünk ugyanúgy tartani kell a tempót igazából, úgyhogy... És fordítva is. Fordítva vissza, úgymond, hogy itt nincs megállás. Hogy ha akad is közte valami kisebb hiba, akkor az minél inkább észrevehetetlen legyen. Mondhat, hogy ne tűnjünk ki a dologból. Egyébként én nagyon szeretem, hogyha van egy kis hiba, ugyanis egyrészt az élő zenével vele jár. Tehát olyan nincs, hogy 100%-os ugyanazt. A másik, lehet, hogy nem veszi észre a néző, de én azt látom, hogy elkezdenek röhögni a zenészek, hogy na, és akkor azt a hibát, ami ott született, én haza tudom vinni, mert soha többet ti azt nem fogjátok ugyanúgy megismételni. Az az enyém, és ettől élő a dolog. Az egy koncertfelvétel is, hogyha néz egy, az ember egy régi koncertfelvétel, hogy attól különleges, hogy vannak benne olyan dolgok, ami máskor nem történik, ami nem hallhatja az. Viszont a lényege az, hogy lehet, hogy hibázik mondjuk akár a dobos, de ettől látszik, hogy mennyire jó csapatmunka, hogy nem áll meg a dolog, hogy ne legyen igazából észrevehető, úgymond ettől nem fog felborulni a dal, hanem megy tovább. Például, bocsánat, nem tudom mennyire ismerhet, hogy Black Sabbathban pont talán Ozzy váltása, de Dio még nem ért, hogy te jó, és Hellford énekelt vagy két koncerten, és fent van a Chin of the Grave, és valami elrontja, tehát hogy később száll be, de ott van, elrontja, elénekli, és fent van, de és jó kalóz koncert, de ez tök jó, tehát hogy mi is találhatod. És a nagyok is tudnak hibázni. Nekem a klasszikus példám szokott, hogy 95-ben fölépett Budapesten a Rolling Stones, és kijött a Kissinger, játszott, és oda ment hozzá a Rolling Stones, és mutatta a hangokat, hogy ember, ezt játsszuk, és a kamera telibe vette őket. Ja, de csak az így csinál mindig. De hát, tehát hogy nem azt tűnt ki, hogy és nekem nagyon tetszett, és azóta én például a Rolling Stones stúdió lemezeit nem tudom meghallgatni. Tehát élőben annyira ütöttek, hogy azt mondtam, hogy ez nem lehet, tehát nincs az a lemez, ami visszaadja. Ti hogy látjátok, az élőzenének van még egyáltalán idézcsokosultsága? Vagy mindenki otthon és fotel rockerek lettünk? Hát nagyon sokan, én úgy gondolom. Elég nehéz. Már hál' Isten, most nem túl rég játszunk ebben a formációban, de azért vannak lehetőségeink, és hát nincs olyan nagy közönsége most még legalábbis nekünk, mint mondjuk 90-es években, hogyha mondjuk mentünk egy bármilyen koncert, sokkal nagyobb keletje volt a dolognak, én úgy érzem, de attól független az, hogy csináljuk, de szerintem nincs olyan. A kérdésed az tök jó, szerintem mostanában arra terülik, főleg a pandémia alatt, hogy arra terült a hangsúly, hogy otthonról nézzék, volt a traktárkoncertek, csomó pénzt kaptak olyan zenekarok, akik amúgy sem, amúgy sok pénzt kapnak, tehát
És gyakorlatilag arra felé terült a hangsúly, amit te most kérdeztél. Igen, de ez nem is csak a zenében, hanem egyébként, hogy már kocsmában sem járnak annyira az emberek, állítólag nyilván kólázni. Ezért olyan kevés kólázó. De hogy állítólag tényleg az ugye hozzászokott. Tatta az embereket, van némi, hogy otthon kellett ülni, és utána már nem szoktak vissza arra, hogy csak elmegyünk közösségbe. Hát otthon megkapcsolja a tévét, megnézze a koncertet, vissza a kólát, és mellé egy rövidebb kólát iszik. Hosszabb kóla, rövidebb kóla, habzó kóla, értem. Nézi a koncertet, és a haverja volt teljesen bekólázva, ülöltöznek nekem. És az a régi koncert élmény, meg sokkal drágább a koncert. Most Stratovarius, mi volt? Sonata Arctica, azon voltunk, véletlenül el tudtunk jutni odáig, de ugye nekünk is, mint te családos ember vagy, tudod, hogy két jegy, felmenni Budapestre, visszajönni, jó, mint te itt laksz. Kólát venni minden. Tehát, hogy kegyetlen, kisgyerek mellett. És most már ilyen, hát 20-nál kezdődnek, jó, most ne észítészít, meg gázat, meg ilyet nézd, mert 80, meg nem tudom, de 20 000-nél kezdődik egy normál jegy. Tehát, és az ugye 40, és akkor elmész, és kb. Nem azt a hangzást kapod, amit elvárnál, ott van a fotelben, jobban szól különben a szituáció, meg az a sorbenállás, meg az a, nem tudom. Tehát tényleg azon vagyunk, hogy már annyira drága a jegy, és közben sokkal jobban meg tudod adni otthon, tehát például a kocsmába járás is. Kedves Gahi, kérjem, nagyon megkérlek, ne beszéld le a nézőket a koncertre járásról. Nem ezt mondtam, hanem hogy úgy veszem észre, hogy az utóbbi években ez működik. Én annyit tennék ehhez hozzá, hogy azt mondják, az utolsó igazi élmény, amit tud adni, az az élő zene. Tehát ma már otthon kvázi mindent össze tudsz rakni, meg mindent. Az utolsó, amit még tud adni, hogy elmegyek, és ott tényleg, ott látom, hogy most provokatív kérdés hozzátok. Ti koncert vagy stúdiózenekarnak tartjátok magatokat? Hát szerintem, én úgy gondolom, hogy nekünk az a célunk, hogy minél többet tudjunk fellépni, minél több fellépésünk legyen igazából. Úgy értem ezt, hogy mikor fölvesztek egy számot, törekedtek, hogy élőben is azt úgy el tudjátok játszani, vagy telepakoljátok, és elmegyek megnézni egy zenekart, és azt mondom, hogy ez mit játszik? Ez lenne az. Nem, értem, hát szóval, nem, hogy... ugyanazt. Nem, próbáljuk ugyanazt, ami föl van véve, igazából. Uh-huh. Vagy még egy kicsit jobban, természetesen. Értem a kérdést, mert hogy ugye a manapság, például a külföldi zenekarokat megnézhetek, használok szemplereket, tehát, hogy lemez minőségben megszólaljanak. Sanyival, ahogy beszéltük ezeket, hogy takjára játszás, és akkor a vokálok, billentyű vagy bármi megszólaljon, és tényleg úgy szólaljon meg, mintha a lemeze megszólalna, hogy azt várja az ember. Régen, a 80-as években nem volt ez annyira jellemző, hogy mert a Nightwish-nél kezdődött talán így bejönni, hogy ott annyi háttérsáv szólt, vagy annyi cucc, hogy élőben nem tudták volna úgy megszólaltatni, ezért használtak dolgokat, és akkor most mindenki ezt használja, főleg már itthon. Nálam volt valami koncerten, és tök jó, és ebből egy mémet így összevágtam, csak nem mertem kirakni, mert szegény csávot ismerjük, aki mondta részegen. Így játszottuk a Gates of Babylon-t, és az elején a hegedű bejött meg, ez a billentyű, de csak honnan a rákból szól a zene? De hogy nincs billentyűs, tehát így bejött a háttér, és nem mindegy, de hogy ha tökéletesen törekszel, a Pretty Mates, az évtizedek óta használ. Két billentyűsük van, és úgy szólnak, mint a lemezen. Tehát leesik a fejed, és egy gitár van. Tehát jó, Ozzy régen, 80-as évek, egy gitárra nagyon gitározott a csávó, hogy megoldotta, és nem nagyon hiányzott semmi. Én arra emlékszem, nagyon meghatározó élmény, 93-ban, amikor itt volt a Bon Jovi, akkor az előzenekar a vendége volt a Billy Idol, akkor jött neki a Cyberpunk-in. És hát mivel a Bon Jovi-nak a keverősei voltak, úgy lehúzták, hogy sehogy nem szólt. Akkor volt eltörve a lába emberkének. Kijött, és egy szál gitárra, senki nem volt csak ő, egy szál gitárra négy számot előadott.
mert azt már nem merték lekeverni, mert hogyha őt le, akkor... És igen. Úgy előadta, hogy azt mondtam, hogy ez hihetetlen. Tehát valami, a gitárra is meg tud szólalni, igen. Tehát azt mondják, hogy ha valaki egyszer gitárral megszólaltat egy dalt, az mondjuk nagy hangszerelés és tök jó dal lesz. Tehát, hogy igen. Említettem már a Marlboro, a Geresi Ferenc mondta, hogy valahogy minden zenekar trió. Dob, basszus, gitár. Ezt lehet cizellálni. De hogyha ez jól működik, ez a hármas, akkor már oké. Nálatok, van-e olyan felosztás, hogy ritmus szóló? Nincs, mind a ketten játszunk. A szólót is, ritmust is. Igen, de azért nagy része a Sanyi, a szólós inkább. Én nem vagyok annyira jó, hát persze vagyok. Ugye, hát miket nem mondanom. De kisebbeket igen, én is próbálok játszani, de ő játsza a komolyabb dolgokat. Azért még a dobosod lenne kettő darab kérdésem, kettő darab provokatív kérdésem. Hogy állsz ütőtörés kapcsán? Attól függ, milyen minőségű ütő kerül a kezembe. Volt olyan, hogy ez egy fél számot. És akkor hogy van? Elrepült, akkor jön a következő, veszed elő és semmi ezért. Vagy megállsz, hogy mondod, bocsi srácok, ki van az öltöző, de kimegyek, addig írjatok valamit, kórházatok. Vagy otthon van. Vagy otthon van. Be van készítve, aztán amelyik éppen törjük arra nyúl. Azért nyúlok. Legkellemetlenebb pillanat. Eltört valami, eldőlt valami. Legkellemetlen. Hát ha nem volt, nem volt. Nem emlékszem. Tört már ütő, de azt már lehet érezni, hogy rugalmas. És akkor már dobom el. Mondjak, az tényleg igaz? Volt rendezvényünk még a Legenda Sörföldre Centerben, és az egyik zenekarnak, a dobosának a dobszéke eltört. És a másiknak kellett. Tök ugyanaz volt, ugyanúgy állítva, és azt mondta, hogy nem érezte komfortosnak. Tehát annyira fontos, hogy bizonyos dolgokat megszokja. Ezt szerintem dobos már, hogy nekem nem fontos. Egy dobszéken, én elülök egy ilyen széken is, hogyha kell. És amikor indul a dob és vándorol, tudod, úgy van felépítve, hogy nincs szőnyeg, és ütöd, és elindul a dob. Volt olyan, ugyanúgy állt. Még az kellemetlen volt a vendégi fellépésünkkor, hogy a dobszék nem volt rajta a dobszőnyegen. Kicsi volt a szőnyeg. Minden szám végén 15 centi. Ő tök jó feldolgozza ezeket a dolgokat, de én a Fekete Sereg zenekart nem tudom mennyire is, mert Kaposvárján tudom, Mozsó, igen. És az ő dobosukkal zenéltem együtt, de ez egy Fekete Sereg sztori, előttük játszottunk, és iszonyat a Rudi brutál Thai boxos állat, és közben iszonyat veri a dobot, de erővel, de technikás is, tehát egy ügyes is, és ütött, és egyszer csak így vége lett a dobolásnak, és hátranéztek, és azt látták, hogy csávók tápászkodik fel a dobszerkon, mert egy összeborult valami rosszul volt összerakva, meg ilyen vakolat potyogott rá, és miért megállt a szám közben szegény, mert ott már nem tudott mit csinálni, de amúgy az így elég szar volt, így összeomlott mindent. Tehát, hogy kegyetlen. Nem csak... Vele nem volt még ilyen, ő nagyon ügyes. Egy zenekartól hallottam, hogy a gitárosnak kellett így lábbal tartani a lábdobot, és hogy elkezdett vándorolni. Tehát, de meg tudjátok oldani, ez a lényeg. Egyszer, hát fel kell készülni. Igen, ebből is tanultunk. Igen, fel kell készülni. Egy nagy szőnyeget kell venni ennyi. Vagy egy külön nagy szőnyeget. Uram, mennyire fontos a kommunikáció a zenekaron belül? Mire gondolsz? Próbákon, fellépéseken, tehát hogy az tényleg igaz, hogy akár most már egy szemvillantásból értitek egymást, hogy most ez, most azt, tehát hogy... Hát van olyan. Hát ő biztos, de én még azért friss vagyok. Hát neked nem is kell, hát valamit csinálnak. Hát igazából mondjuk a fellépéseken azért figyelünk egymásra. Elég ha egymásra nézünk, és akkor azért tudjuk, hogy... Bajban. Tudjuk, hogy hirtelen csak magadat hallod, és semmi más nem tudod, hogy hát volt olyan is, hogy elment az áram, és akkor... De ezt már a videón láttam vissza, ami föl lett így egy telefonokkal vége, hogy Sanyi éppen ott bóglászik, és csak mondjuk mi attól függetlenül játszottuk, a része sem vettem. És minden dolgban elment oda. Hát igen, ez egy ilyen furcsa kérdés, de mivel meghívtak, minket elfogadtuk meg. Egyébként nem volt rossz az egész, csak az egy ilyen... Szolidabb volt egy kicsit. A másik része a kérdésnek a kommunikációra,
Oké. Ez provokatív lesz? Ez provokatív, nagyon provokatív. Ez is. Szóval, hogyha valami olyan próbál, vagy mit tudom, akkor azt hiszem, hogy tisztelt Uram, az a hang, amitől lefog, nem az a hang, amit én szeretnék itt hallani, hanem azt mondom, hogy fogd meg azt a hizet, hogy pont föl vagy, tehát hogy mennyire vagy kommunikáltok. Pontosan így. Tisztelt Uram, kérem, ne azt a hangot fogja. ezt úgy megszoktuk, ha valami, igen, vagy mondjuk nem olyan, még nem úgy pengeted, vagy mit tudom én, akkor ugye az igazság az, hogy azért a dalokat, ezek már meglévő dalokat, ezeket Sanyi írta, úgymond a zenei részét, és a dalokat. Most úgy sem halljál, jó? Most Sanyi úgy sem hallja. Igen. Dalokat az összeset. De milyen? Milyen? Jó, szerintem jók. Azt mondja az összes. Ez a Chuck Norris hánypek, hogy támasztja az összeset. Mindent, igen. Értem, jó van. Hát igazából ez kétszer elszámolta. Szerintem jók. Azért kérdezem, mert ugye a szöveg kapcsán is, de a zene kapcsán is, amikor valamit megírsz, mennyire hagysz teret? Tehát mikor valaki mondja, hogy te figyelj, ide ez hogy hangzana, vagy akkor azt mondod, hogy nem így van megírva, vagy próbáljuk ki, nézzük meg, hogy tényleg hogy hangzik, tehát hogy mi a módszered? Ha bármi ötlet van, azt meghallgatjuk, és hogyha jó, betesszük. Volt már rá például, hogy beteszitek? Nem. Értem. Szóval meghallgattuk, és nem. A Domboló Tűz című dalt azt ugye már együtt raktuk össze, és azt Jimmyvel ketten alkottuk meg. Igen, mondhatni. És ott azért Jimmy is mondott egy-két dolgot, hogy mit, hogy kéne, és úgy vittük végig, tehát igen. Most ez még egy provokatív kérdés, bár igaz, hogy Nahi nem régóta van itt, tehát beletek, ugye, de hogyha kint föl lenne építve egy színpad, minden oké. Menjünk, játszunk. Várjál, egy számot lehet eljátszani. Ez a tombolat is nem lehet. Nem? Most fölteszed a kérdésemet, tessék hazamenni, pont levonás. Na, szóval, ez a Nahi, hagyd el a propagodát most. Na, szóval, az lenne a kérdésem, hogy melyik lenne ez a szám? Háromtól visszaszámolok, és mindenki mondja ki, amit gondol. Tehát, 3, 2, 1. Nahi, döntsd el! Tomboló tűz. Vagy országos rock'n'roll. Hát, ha most kellene, akkor az egyébként országos. Én azt mondom, hogy függene attól abban a pillanatban, amit bennem egy 5 másodperc alatt lezajlik, hogy milyen közönségnek játszunk abban a pillanatban. Hát igen. Mert hogyha, tehát ezt el lehet dönteni egy koncerten, hogy milyen beállítottságban, meg a maga a koncert alatt lehet érezni, hogy mi, meglátni, hogy minek örülnek, és ez mindig változó. Ezt pont Doki mondta, hogy minden koncerten megkapjuk, hogy mindig más dal a kiemelkedő egyébként, hogy mindig másnak örültek a legjobban. Volt a most legutolsó a polgári, hogy teljesen olyan dalnak örültek a legjobban, amire nem is gondoltunk volna. Van fix kezdőszámotok? Igazából van egy track listánk, az alapján megyünk mindig, tehát intróval kezdünk. Közben Vicky Black üzent Nahinak, jó látni Nahi urat. És a többiek nem jó? Jó, de őt is látni, nem látjuk. Hát a többi, még vannak itt többi? Üdvözlöm. Mennyibe tér, amikor mondjuk fél órátok van egy fellépésre, vagy egy órátok? Hogy építitek föl? Hogy rakjátok össze a szertistát? Eljátszok a 10 dalt. Az igazság az, hogy elég változók vagyunk. Általában ugye nekünk ez a 10 dal, ez egy olyan 50 perc körül van. Na most, ha kevés időnk van, akkor kicsit gyorsabban játszunk. Duplantak volt. És akkor lejátszunk egy fél órát. Hát nem, hát akkor kiválogatjuk. Egyébként a legelső fellépésünkön ugye a Szomoszló volt még tavaly. Hát most egy éve, és ott igazából csak 6 munkát játszunk, mert annyi volt még. Kész volt a több is, de nem volt kompletten kész. Ott csak egy ilyen kis rövid bemutatkozó koncert volt, egy másik zenekar előtt. És igazából ott egy olyan jó 30-40 percet játszottunk el. Mert figyelni kell egymásra, mert a múltkor, amikor játszottunk, ott ez a koncert, az a lényeg, hogy vártam a próbán, a sorrendben lévő dalokat, és akkor ott azért kihagy.
tárgyalókat, te mondtad, hogy melyik. Mondjuk, igen, hát, igen, ugye ott változtattunk, amikor ez szempont, a Amikor a helyes felé szól, hogy ugye egymás után három dal van. Én neked négy nótába, és akkor, hogy azt a végére hagytuk, hogy ne kelljen oda vissza, hogy na most énekelsz, na most nem, vagy, vagyis hogy felváltva énekeltek, ugye közösen a Norbival. Viszont ilyen szempontból változtattunk el. Az nem gond, hogyha meg kell a sorrendet változtatni, de alapján van véve, megvan egy fix sorrendünk. Most írt Viki, azt írja, mindenkit üdvözlök, persze, pillanat, persze, csak Nahi, aki nem mindig jelenik meg. Hát igen. Mi is üdvözöljük. Most kicsit tovább mennék hangszerűleg. Basszus gitár. 4 húros, 5 húros, 6 húros. 5 húros most éppen. De igazából lehet, hogy jobb lenne majd 4 húrosra visszaváltani, mert kicsit fejnehéz ugye így a dolog, meg hát az az igaz, hogy le vagyunk D-re hangolva, és így már nem annyira szólal meg a H-húr, úgyhogy nekem elég a 4 húr, úgyhogy szerintem majd váltás lesz, de most jelenleg 5 húros. Újjal vagy pengetővel? Pengetővel. Te hogy látod egyébként a van, aki azt mondja, hogy ha újjal játszik, akkor közelebb érzi magához a hangszert. Van, aki meg azt mondja, hogy a dinamikát alapvetően pengetővel lehet hozni. Hát, ez egy jó kérdés. Hát, mert szlepelni is lehetne akár, ugye mindenek van előre, hátránya. Ebben a zenében talán jobb a pengető. És ugye 2 gitár van. Ilyenkor, amikor a kicsit leveszik a basszusról azt a fajta terhet, hogy egy-egy szólónál kitöltse ugye a dob és a szólógitár közti ült. Te hogy játszol? Vannak-e kiállásaid? Játszol dalamot, vagy csak az alapot hozod? Hát mi a feladatod? Alapból úgy vannak megírva a számunk, hogy vannak kiállások, a számtól függ egyébként, de nyilván mindenféle ilyen kiállás. Szólóat? Mit játszol? Szólóat? A szóló alapot. Igen, hogy valamelyik gitárral együtt a szólalapot, ez van? Igen, általában egy ritmus meg a basszus az amikor egy húron pendül. Igen, mert hogyha van ritmus gitár, akkor igen, meg tudja hozni azt a vastagot, meg tud esetleg visszanezni is. Mint a mozzinál, amikor csak egy gitár van, arra gondoltál, akkor ott meg ugye a basszus gitár színezett, hogy ne legyen olyan üdes. Igen, mert elnézést, csak azért ezt mondtam ezt, mert én például azt nem szeretem, amikor van egy trió, és akkor meghallgatom őket mondjuk YouTube-on vagy Spotify-on, és van ott barha, és elmegyek élőbe, és rájövök, hogy 4 sávon játszották fel a gitárt. Szóval értitek, hogy... Tehát, hogy itt is törekedtek arra, hogy a stúdió hangzás és a élő hangzás azért... Hát, nyilván, igen, persze. Tehát effekteket használsz? Nem. Vonalból teljesen? Hát, egy erősítő annyi. Jelenleg még, hát lehet, hogy egyébként lehet, hogy kísérletezni kellene, de egyelőre ennyi. Jó, nem azért mondom, hogy kísérletedni kellene, csak hogy akik nem ismerik a gong, hogy kicsit így. Semmi ilyen különösebb varázslat nincs benne, simán csak be az erősítőben, aztán szóljon, de lehet, hogy tényleg ki kell próbálni mindenféle effektet, mert lehet, hogy megszínesíteni egy kicsit. Na, most akkor a gitáros úrra áttérünk egy kicsit. Mégpedig láttam múltkor, feldobott valamiért egy nagyon-nagyon-nagyon régi Van Halen koncert részletet, nem is a koncertot, hanem az Eddie Van Halen gitár beállása. És csak ő volt a színpadon, nem volt ott a dobos, csak ő volt, és ő úgy állt be, hogy ott tekert ezerrel. Tehát játszott, teppingel, mindent csinált, ami létezik, tehát amit a technikailag ő tud. Te hogy látod, egy számon belül egy gitárosnak mindent meg kell mutatni, amit tud, vagy pedig azt kell játszani, amit az adott szám megkövetel. Hát nyilván a legtöbb esetben a kevesebb az sokszor több. De igazából az mindig a daltól függ egyébként. De vannak olyan dolgok, amiben mindent meg lehet mutatni és nagyon jó. De azon a nótákat el lehet egyébként rontani, ha mindent meg akarunk mutatni benne. Úgyhogy én legalábbis mi annak a hívei vagyunk, hogy annyit mutassunk meg belőle, amit a dal elbír, meghívom. Mennyire fontos, hogy egy szám komplex legyen? Nyilván. Szerintem. Arányaiba, minden a helyén. Tehát, hogy
van, és tehát mindenki szó, nekiben van egyfajta ilyen önkontroll, hogy ide még beütnék egyet, oda bejátszanék, oda be, de akkor az már elvinné, hogy az már sok lenne, inkább akkor... Hát igazából, amikor dolog készülnek, akkor lehet érezni egyébként már a készülés alatt, hogy ez már sok ide vagy nem, tehát mikor már készen van, nyilván nem megy bele más. De a kérdésedre válaszolva lehet, hogy van egyébként mindenkiben, hogy ezt még bejátszanám, csak nem biztos, hogy már azt elbírja a nóta. Igen. Ezt, hogyha van ilyen ötletet, kipróbáljátok? Hogyne, persze. Föl szoktátok venni a próbákat? Van, hogy igen. Volt itt egy zenekar, most nem akar nevet mondani, de ők mondták, hogy mentek stúdióba. És ott nézett a gitárosra a szolgítást, te ezt játszod a szóló alatt. Szóval fontos, hogy tisztában... Nálunk is van ilyen, amikor kiderül ott a stúdióba, hogy nem is azt kell játszani, igen. De fontos kidolgozni. Igen. Meg mi ezeket azért megbeszéljük. Azért. Kedves Sándor, nagyon visszafogott volt ezzel kapcsolatban, mert tök jó észrevételei vannak, és ezt teljesen alátámasztom, hogy ugye gitárosként ő olyan zenéket hallgat, ami őt inspirálja, meg valami extrát hall benne. És mondja, hogy szerinte egy gitárosnak meg kell mutatni, amit tud, persze, ugye egészséges kereteken belül. Akkor... És itt a zenekarban ő megmutatja, bár egyik ismerősöm által, akit nem nevezünk nevét, volt. Ő azt mondta, hogy ő a tancsapnának megmondta annak idején, hogy mit csinálnak, és azért lettek híresek. Persze ezt nem hiszem. Neki is megmondta, hogy több szerepet kell kapni a Sándornak, és akkor híresek lesznek, tehát na, most már megkaptam. Sanyi egy kérdés hozzá. Mi a fontosabb, a technika vagy az érzés? Hát én mindenben annak a hír vagyok, hogy komplexen, tehát hogy is. Most másik gitár. Igen. Te hogy látod, egy üres technikai dolog azt tud ütni, hogyha csak technikázok, és nincs mögötte, vagy ha van egy nagy érzés, de igazából azt látod, hogy hű, hát itt azért hiányosságok vannak. Hát csak a technika szerintem nem. Úgy gondolom. Azért lélektelen. Nem? Igen. Meg lehet mutatni, hogy én milyen nagyon gyors vagyok, hogy tudok tekelni. Lehet azért, mert én annyira nem, én nem vagyok kifejezetten szólógitáros, és ezért nem. Én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül. Az, hogy csak technikás vagyok, az nem. Szerintem B.B. King jó példa erre, hogy nincsenek akkora nagy tekerések, de azok a hangok pontosan úgy addig szólnak, hogy... Ismered ezt a viccet? Öreg gitáros lemegy a hangszerboltba, és mondja a hangszerboltos, figyeld, itt van egy fiatal csávó. Úristen, egy másodperc alatt 42 hangot játszik, nézd meg, oda megy, csávó. Oda megy, elveszi a gitárt, kitart egy hangot, na ezt kerested. Tényleg, van olyan, hogy egy olyan kitartott sír a gitár, mint Gary Moore. Igen. Az sokkal többet jelent, mint pedig azért Gary Moore még tekerni. Még tekerni is. Volt nálunk a Magyar Zoltán Nemzeti Projekt, tudjátok. Igen. És ő mondta, hogy ő neki, mikor a Gary Moore-nak ezt a blues, Still Got the Blues-t, hát azt mondja, tehát azt megtanulni sokkal nehezebb volt, mint egy ilyen tekerősebb dolgot. Mert hogy azt kitartani, érzést legyen benne, hangozom. Még Toki az azért lenne egy kérdés, egy nagyon provokatív kérdés. Ez pedig úgy hangzik, hogy a YouTube-on mindenki marha jó gitáros. Tehát én is tudok, kigyakorlok három hangot, és azt fölveszem úgy, hogy elálljonak. Most ezeknek egy kicsit, mennyire más egy zenekarban játszani, mint amikor egyedül ott tekelsz össze-vissza? Hát sokkal jobb. Én úgy gondolom, hogy legalábbis nekem, mikor otthon jó, persze gyakorlunk otthon is, mert kell, de így hogy zenekar, de mikor nem voltam zenekarban, olyan időszakban, előbb-utóbb uralmas vagy saját magadnak is, és nem olyan, sokkal, úgy gondolom, hogy több mindent ki tudsz magadból hozni, hogyha egy zenekar vagy. Én úgy gondolom legalábbis, hogy a többiek is inspirálják az embert, én úgy gondolom, hogy most ide még valamit belerak, akkor is meg kell is bejön valamit, amíg egy ilyet hozzáteszünk, és akkor ez nekem jobb. De gondolom nehezebb is, nem?
Lehet, hogy meg kell felelned a másik. Hát valahol igen, viszont egy kicsit kihívás. Én, mikor én ugye, mi Sanyival régóta ismerjük egymást, nagyon rég, attól függ, hogy annak idén sok-sok évvel ezelőtt játszottunk egy, vagy próbáltuk egy garázsba, viszont mindenki ment a maga útján. Én nem mindig, igazából nem mindig volt gitárom se, nem mindig gitároztam intenzíven. Viszont aztán csak összekeveredtünk egy 2-3 éve. És... mit is tudom ezzel mondani? Hát ugye arról az a kérdés, hogy mennyivel más egy zenekarban játszani. Igen, és hogy hát én nekem mindenképpen ez jó, hogy bekerül. Úgy mondom, hogy mielőtt nem játszottam, akkor az nem volt semmi motivációm igazából. Jó, persze gyakoroltam otthon, meg játszottam, amiket eljátszottam már sokszor, de így, hogy bekerültem, mindenképpen ugye én úgy mentem hozzájuk, hogy mi ezer éve nem is játszottuk, én csak hogy ritkán is találkoztunk, és amikor bekerültem, akkor én úgy mentem oda, hogy lejövök és meghallgatom, hogy el tudom-e játszani úgymond, amiket játszottak, mert fogalma nem volt róla, hogy milyen zenéket játszanak, és akkor igen, mint sorra vettük a nótákat, egy-egy nótát, és akkor mindenképpen rengeteget gyakoroltam akkor, hogy ugye el tudjam úgy játszani, ahogy nem elvárás, csak hogy meg tudjuk valahol azért mégis felemni, mert szerettem volna játszani úgymond zenekarban, és akkor ezáltal mindenképpen. De most itt arra lett volna kíváncsi amúgy, hogy mennyivel, tehát melyikhez könnyebb játszani a felvételhez otthon, mert itt a YouTube gitárosokat mondja, vagy pedig egy zenekarban. Mindenképpen egy letisztult zenéhez sokkal könnyebb játszani bármit, amikor mi egybehajjuk az összes harmóniát, meg mindent, sokkal könnyebb játszani nyilván. Egy zenekaron belül, akár próba, főleg koncert az a még rosszabb, ott annyira nem egységesen hallani mindent, hanem meg kell próbálni egyébként megtalálni azt a közeget, vagy nem tudom, azt a fajta hangzást, hogy igazából valamihez, vagy keresni valamilyen támpontot, amihez hozzá lehet játszani, mert nem ennyire letisztult. Mint hogyha egy felvételhez játszanánk, ugye nem nagy hangerővel. Tehát mindenképpen könnyebb otthon játszani bármihez. Az élőben már soha nem fog úgy menni, mint egy felvételhez. Meg otthon 500-szor följátszol valamit, és a legjobbat rakod fel a YouTube-ra. Így van. Egy élőben kimész, ott a legjobb. Egy lehetőség van. Igen. Aztán, hogyha valamit nem úgy hallasz, akkor már nem is úgy fogod tudni játszani. Hát, igen, viszont nekem én mindegy, én jobb szeretek próbálni, meg inkább meg ugye fellépéseken, mint nekem az jobb. Otthon is persze gyakorlok, de az... Mindenképpen jobb kint, persze. Az nem, nekem az olyan, nincs benne az a annyira, olyan nagy kihívás, mert eljátszhatom ezerszer, de ott egyszer kell eljátszani, jól is, az ott maximálisan kell figyelni. Hogy ez már pedig az, ha nem is tökéletes, de majd. Ez tényleg ugyanúgy, hogy amit próbateremben 120%-kal tudsz, azt nagyjából 100%-al tudod hozni fellépésre? Tehát kicsit van egy ilyen, meg azt is szoktam mondani, sok zenekartól hallottam, hogy bármilyen jó vagy te próbateremben, elmész fölépni, van egy rossz technika, van egy rossz keverő, van egy rossz ízé, és már az egész nem úgy szól. Ez így van, ezt pedig megtapasztaljuk. Mindig történik valami. Mennyire van saját technikusotok? Tehát mennyire vagy saját cuccot visztek? Saját viszünk. Tehát, van olyan szám, amivel be szoktatok állni? Tehát egy ilyen... Mindig más. Mindig más. Az a címe, mindig más. Hát lehet még egy ilyen számunk. Ez egy jó szám, mindig más. A komfortérzetedből azért kimozdít egy koncert, ha véletlen tényleg. Nincs kontroll, nem olyan jó. Máshogy szól, ahogy megszoktad, ez mind rossz. Tehát én a 90-es években kontroll nélkül játszottunk állandóan, ezért a nagyon rossz Regent, meg nem tudom milyen, ezért Verbona erősítőkön. Meg örült, hogy gitár volt a kezében, gitárosnak nem vagy valami. És ez a nem hallottál semmit, mindenki játszotta maga dolgát, és kb. El voltunk. Most ugye tehát erről a Jack Nitz zenekarról van szó, de a Rock Heaven zenekarommal feldolgozásokat játszunk. Fülmonitor, próbál, mindent is hallunk, meg minden, és a múltkor elmentünk valami olyan helyre, hogy így kitalálódott, hogy
nem működik az, amit eddig megszoktunk. És gyakorlatilag ez a felborult minden, próbáltuk összehozni, az működjön egyáltalán úgy, ahogy kell, és rájöttünk, hogy mennyire hiányzik az a megszokott kis közeg, amit a próbateremben kigyakorol, az úgy szól, ahogy, és kimész, és nem úgy szól, mert ugye egy technikai probléma felmerül, amit említettél, igen, és így borul minden, és akkor kapaszkodni kell, meg nézni egymásra, és számolni, ha nem hallod a másikat. Valamelyik koncertről, valamelyiket nincs. És az mennyire befolyásoló, hogy mondjuk mekkora a színpad? Hát, meg az akusztika, meg minden. Hát igen, volt mondjuk a pár héttel ezelőtt játszott Miskolcon, egy ilyen, nem tudom, klubszerű volt az. Hát ott például nem fértük olyan, a színpadon. Olyan kicsi volt a színpad, de csak a cuccok fértek fel. Csak a dobos, mi legáltunk, énekestől kezdve szinte mindenki. Csak a dob fértel, mert annyira kis, nem is értettem, hogy miért vannak az öt fős zenekart oda a varázsol, de megoldottuk attól függetlenül, és igazából ott sem volt kontroll sem, csak ami hallottam magadból, de nem szólt rosszul összességében az egész dolog, csak hát igen, ezek is nem egy ilyenünk volt már így, hogy nem volt kontroll, vagy ha volt is, nem sok mindent hallottál, meg nem volt az igazi a technika. Figyelni kell egymást. De ezekünk tanulópénznek maximálisan jó, hogy hozzászokjunk, hogy nem mindig kerek minden. Viszont van egy jó meg vagy rossz híre. Most már hatan vagytok. Igen. Na akkor következő. Mert azért én azt gondolom, hogy ahogy mondtam is, a technika, de nagyon mindenkinek van egyfajta mozgása. Hiszen van egy elvárás. Neked nézőként van egy elvárás, hogy tessék megmozdulni, tessék kommunikálni, majd el is beszélünk. Tehát tessék egy kicsit, itt vagyok, valami kis show elemet volt. Tehát ne csak az legyen, hogy hanem értitek, tehát valami legyen. Most, hogyha kicsi a hely, akkor azt mondom, hogy bum, összemennek, ott összemennek, itt nem fél el, ott esetleg kirúgja a jackdugót, elhallgat a basszus, szóval vannak érdekes dolgok. Nézitek előtte a helyeket? Tehát belövitek, hogy ki hová, vagy mindenkinek van egy fix, amit a próbateremben nincs. Általában megvan, hogy a színpadra hogy szoktunk fölállni. Nagyjából, de igazából ezen tulajdonképpen lehet változtatni. Ez nem jelent igazából problémát, vagy semmi ilyesmit csak. A színpad válogatja, de... Igen. Tehát mondjuk... most na, hogy fölteszek egy nagyon provokatív kérdést. De tényleg, végre neked, ez csak neked. Okay. Ez a sok provokáció. Ahogy a művelt lehet mondani, just for you. Tehát, ez csak neked. Frontember vagy énekes? Hát a fronton mindenképpen frontember. A Jack Rain zenekarra belül vagy? Általában te hogy látod magad? Frontember vagy énekes? Vagy és énekes? Tehát furam, igen, tehát amit te kérdezel, ez sokrétű, mert azt nézegettem, hogy a 80-as években Dickinson a kezém példaképe, az megmászott mindent, rohangált, és a régi koncerteken nem énekelt túl jól, tehát hogy nem jól énekelt persze, de csomó hiba. Most tök jó énekelt csávó mindent. Megnéztem Rob Halfordot, aki álltotta izéba, és az meg úgy énekelt, mint egy... Ez leszakadt a fejem közben, meg most is jól érnek ebben a rövid, és akkor meg kell gondolkodni a frontemelkeségen, ugye van egy ilyen hülye gerincbetegségem, ami már nem enged rohangálni annyira, úgyhogy tök mindegy, és azóta visszafogottabban és az éneklésre koncentrálva nem rohangálok annyit, de a frontemelkeség attól nem szűnik meg, tehát kommunikálni kell a közönséggel, beszélgetni, feltüzelni őket, tehát ezt fontosnak tartom, mert amikor nem kommunikálsz, állsz, elmondod, melyik szám következik, aztán ez 10 számon keresztül így megy, akkor az emberek úgy néznek. Tehát muszáj egy kicsit azt a visszajelzést, mert tényleg ébren vannak még egyáltalán, mert volt életben vagytok? Játszottuk, és így nem tudtam, hogy mit csinálnak éppen, meg most így múltkor, most nem nevezünk, nem én a zenekar, de annak a koncert, nagy zenekarnak a koncertjén, többen voltak a büfénél, mint a az előtt, mert már unták, de azért kifizették a borsos belépőt. De az ilyenek tudom, hogy még nem nyertétek félre a koktélt, vagy nem tudom, milyen kérdés. Tudod én mit nem szeretnék? Ez egy saját megjegyzés. Eljön a Magyarország, tényleg egy negyedes zenekar.
És kimegy valaki, lő egy selfit és elmegy. Csak annyi, hogy én ott voltam, kitesz a fit, kap egy csomó lájkot, nem is tudja, hogy mit játszik, nem is érdekel. Csak hogy... De ez a mai világ először Facebookon, hogy megmutat, ott voltam, legdrágább étterembe, legjobb koncert, nézd. Jó, és mondd meg nekem, hogy a 5 évvel ezelőtti legumok második száma mi volt? Volt albumok? Tehát ez a leggondolítóbb, nem is tudom, 2004 vagy 2005-ben Wisdommal játszottunk, Pecsa, szegény, megboldogult. Szerettem Pecsa. Én is. Mondtam, hogy valami kamugért kerüljük Pecsába, most új lemez bemutatva csinálok a Pecsába. De ez jó egyébként. És akkor mindenki nézte, hogy elmennék, ezt közben rájönnek, már nincs szegény. És ott ilyen nagy fesztiválot talán, lehet, hogy nem Saxon, de Brainstorm biztos volt benne, Stormwich. Ki volt írva 15 év után először Magyarországon. És már az internet korában éltünk, és így utána nézhettek volna az emberek, hogy mi az a Stormwich. Akelán lógtak a csilláron az emberek, tényleg, ez ős, mindenki ősizé, metal. És akkor a Stormwich-en ott álltunk 15-en, mi voltunk az első sor. És tök szomorú volt az egész, és tök jól játszottak. Azt mondjátok meg a másik, amit most tapasztalok, hogy saját rendezvény, három zenekar van. Egyik ez mondjuk 7-kor, másik 9, harmadik 10:30. És a néző azt mondja, mikor kezd az a zenekar, akit szeretek. És arra eljön. Ha az az első, megnézi az elsőt, elmegy haza. A második pedig elmegy haza. Én klasszikusan imádtam azt, amikor elmentem, mikor zenekar voltam, megnéztem mindenkit, aki előttünk volt, utánunk volt, a szomszédteremben volt, mert érdekelt, hogy ki mit csinál. Hát most érdektel az egészet, ez a, egy újságírónak is beszóltam kicsit, mert általában újságíró basszussal bemennek a koncertre, és volt ilyen Powerwolf, nem tudtam, tavaly, igen, meg mit tudom én, Dynasty, meg Eclipse. Imádom azt a svéd zenekart, így kegyetlen jó, mert minden jó éneklés, minden, és a 80-as évek íze játsszák a mai metal, a heavy metal. És a csávó úgy, nem tudom, hogy odaértem Powerwolfra, mert azért volt előzőkkal, és mondom, nálam, hogy már, hogyha már ingyen mehetsz, akkor miért nem nézed meg az előzenekart is már, és kösz, hogy írtál róluk, hogy milyen volt, mert én nem tudtam elmenni, meghallgattam volna, hogy milyen volt. Nem írtunk semmit, mert oda esett ezért Powerwolfra, őt az érdekelte, de ingyen mehetett. És ezek annyira rossz, én is odaérsz, megtiszteled az előzenekart is, mert pont a Stratovariusnál megettem most, hogy volt egy ilyen osztrák zenekar, tök jól játszottak, életemben nem hallottam róla, nagyon rosszul szóltak. Az előzenekart lehúzzák, és most is a magyaroknál sikerült ezt megcsinálni, hogy jó lehet, hogy nem a magyarok hibája volt, hanem szerintem a Stratónak, meg a Sonata Arctica-nak volt saját hangmérnöke. Ezeknek meg nem. És a magyarok meg nem ismerték a zenekart, elég rosszul szóltak. De tök jó kis heavy metalt játszottak, de megnéztük őket. Tehát nem az, hogy jó, odaérek a kedvencemre és megnézem. Tehát, hogy megtiszteled a előzenekart. Most, hogy Nahi fölvezette a legprovokatívabb kérdésen egyikét, akkor megkérdezem, nem, tényleg, ez az egyik provokatív kérdés, hogy lenne. Mi a célotok? Mit akartok elérni a zenekarral? Van-e kitűzött cél? Sándor? Hát én rögtön utána fogok válaszolni erre, mert mi érdekelne, hogy te mit mondasz erre? Te az én célom, aki a zenekarral most kerül ide. Tök jó. Nekem például az a célom, zenekarban, hogy minél előrébb és minél minőségibb munkát tudjunk végezni. Összehangoljuk, tök jó vokálok legyen, tök jó éneklés folyjon, és a zenekar előrébb morduljon. Tehát egy ilyen a gépezetben szeretnék egy jó kis fogaskerék lenni, ami tökéletesen működik. De a zenekar célja? Hát a zenekar célja szerintem az mindenképp az, hogy bekerüljünk a minimum a legalábbis a először, vagy elsőként, vagy reméljük, hogy ez az első lépés. Bekerüljünk a hazai külforgásba, vagy vérállamba, hogy tudomást szerezzenek rólunk, és
aki tudomást szerez arról, hogy valahol játszunk, akkor minél többen eljöjjenek, szeressenek minket, szeressék a zenéinket, videóinkat. Azt mondd meg, ezért csináljuk. Mi a fontosabb, vagy lehet-e rangsort tenni abban? Egy jó videóklip, amit megnéznek mondjuk X-szerzen, vagy egy koncert, ami teltházas. Mondjuk eljönnek 2-300-an. Kettőnek a kombináció. Hát igen, kell hozzá mindenképpen média tartalom is, ugye, hogy lehallják, hogy mégis mit csinálunk, úgymond. Ami nekünk most ahhoz képest, hogy az első klipünk ugye megjelent, nem akarok számokat mondani, de mi hozzá képest ahhoz, hogy mondjuk az ismeretlenből van, nézegettem sok más ismertebbeket is, aki überelhető, úgymond, ahhoz képest, hogy még most holnap lesz talán, egy hónap után 2 hónap, hogy fel lett rakva, ugye, és több tízezes nézettség, ami nekünk, a mi dolgunkhoz képest szerintem nagyon jó eredmény, úgymond. Én például most sem nagyon, én azt gondoltam, hogy megnézik talán pár százan, vagy ilyesmi, hogy van a pár ismerős, hát ahhoz képest azért elég sokan kíváncsiak voltak, vagy bízunk benne, hogy tetszett is sok mindenki. Hát amik voltak, egy pár komment is hozzáadok, mind pozitívak, úgyhogy... Hát részemre azt mondom, hogy nekem nagyon tetszett, és nagyon jó zene, tehát hogyha ezt még tudjátok fokozni, mert ugye az a cél, hogy ez még, igen, akkor az meg... Mert elnézést urak, ez az én véleményem és a tapasztalatom itt a elmúlt 2,5 év alatt, mióta Rockauta létezik, hogy attól lesz egy zenekar sikeres, ha valami olyat tud nyújtani, mint a többi nem. Tehát kicsit egyedi. És hogy ti ebbe a dologba, nem csak hogy a klipbe, de most, hogy amifelé indultok, megtaláljátok ezt az egyediséget. Viszont mielőtt tovább mennénk, lenne most egy provokatív kérdés mindenkihez, így elszólva, így minden, bárki válaszolhat rá. Ez pedig az, mert általában ezt a szövegírónak szoktam föltenni, de most nem a szövegírónak teszem, hanem az a kérdése, és egyenként is lehet válaszolni. Számodra mi a zenekar üzenete? Mit akartok elmondani a világban? És akkor induljunk el innen, Tokitól. Hát igazából, mivel a szövegvilág az a mindennapokról szól, én úgy gondolom, hogy tényleg a minden hétköznapi embereknek szól ez igazából. Meg hát alapvetően, aki ugye szereti ezt a fajta zenét. Akkor Doki, neked egy provokatív kérdés. Te hogy látod, a zene vonz be és a szöveg tart be? Hát úgy is. Nálatok nagyon hangsúlyos a kezdés, ahogy elindulnak a számok. Tehát ez... Mert én azt gondolom, hogy engem is az fog meg, amikor tehát akkor majd beránt magával rá. Hát igen, alapvetően igen a zene. De úgy fontos a szöveg is mindenképpen. Leves, azt mondta? Igen. Honnan lehet, bocsáss meg, de honnan? Ilyen becenevet még az életben nem hallottam. A Leventéből nyilván nem. Azt értem, hogy annak miért volt leves? Hát egy csaj elnevezett így, annak én ezt fülödik jobban. Jó, de nem menjünk bele, hogy miért nevezett a fülödik. Maradjon a... Nem, csak egy haver csaj. Haverina. Haverina, az jó. Haverina, vagy hogy van ez? Értem én. Kedves hölgyeim és hölgyek, urak, nézőink, akik tudják a megfejtést, írják meg kommentbe. Mi volt a kérdés? Hogy miért volt leves? Nem az előtte, amit Dokinak... Hogy a szövegvilág, tehát hogy szerinted mi az? Ja, hát az ilyen, minden számnál változik, minden dalnál más ugye a mondani való. Most mit tudom, a trendnél például az, hogy milyen irányba haladnak a dolgok manapság, de minden szám, nem, ugye változik a dolog, ennyi. Igen? Haladjunk tovább. Hát, én nagyon friss vagyok. Igazából a dolognak van, amelyiknek van üzenete. Vannak olyan dolog, ami igazából egy életérzést ír le. Mindegyik más, hogy más mindegyik, hogy a mondani valójában, hogy a jelentése, vagy az életérzése. Hát van olyan, aminek üzenete van, van olyan, aminek egy életérzés.
valami kettő kombinációja, de hát az üzenet az most igazából idézni kéne az minden dalból, hogy most melyiknek mi az üzenete, persze. Mondom. De a zene vagy a szöveg, vagy mind a kettő? Mint a mi ebben a zenekarban? Hát szerintem mind a kettő egyébként, mert azt sok helyen megkapjuk, és ez nem is gondoltunk erre amúgy, hogy oda jönnek sokszor, hogy van nem személyesen hozzám, vagy akár Viktor keresik, vagy valamelyikünket, hogy nagyon jó a zene, nagyon egyedi a zene, nagyon tetszett nekik, ez nekünk jó, egy bizonyos ilyen megerősítés, hogy jó úton vagyunk. A jó zene rossz szöveggel az igazából nem nyerő, ha jó a szöveg és nem jó a zene, az szintén, mi általában azt kapjuk meg, hogy mind a kettő tetszik az embereknek, és szerintem a kettő együtt fogja meg is tartja ott az embereket, és eddig még a koncerteken azért az volt a jellemző, hogy legalábbis én így tapasztaltam, hogy amikor mi játszunk, akkor van a csúcspont. Akkor mindenki ott van, aki úgy döntött, hogy eljön, és utána pedig azért ha lejövünk, akkor egy picit visszaeső is van, hogy mi próbálunk azért energikus, robbanékony dolgokat közvetíteni az emberek felé, és eddig úgy látom, hogy sikerrel feltük ezt az akadályt. Az egy jó koncert, amikor lejön a zenekar, mindegy, hogy most néző vagy, és utána marad az emberben, mert egy nézőben egy hiány, hogy még megnéztem volna ezeket. Hát azt a közönséget kéne megkérdezni, hogy bennük ez így van-e. Mert nekem az a jó koncert, amikor emberek mennél valaki is lejön, és azt mondom, igen. Még néztem. Hát ilyen érzett, mert akkor legközelebb is elmegy. Igazából halljuk ezt a emberektől, és oda jönnek hozzánk, és gratulálnak, hogy nagyon jó volt, nagyon szuperül érzték magukat, tetszett nekik minden. Mi ezt megkapjuk, és nekünk egyébként ez már egy fél siker. Bocsi, még Viktortó szeretnék kérdezni. Kettő provokatívan. Egyik erre a válasz, hogy szerinted mi az üzenete a zenekarnak? Te hogy látod? Számodra mit mondtok el? Most a szöveg kapcsolatosan? Igen. Hát előbb én említettem, hogy nagyon fontos a szöveg. Én többnyire a zenére szoktam fókuszálni, zenehallgatásakor is. Én javarészt inkább külföldi zenéket, tehát angol nyelvű zenéket hallgatom. Természetesen magyar zenéket is, és sokszor még a saját szövegeinkkel sem vagyok tisztában. Örülök, hogyha átélem a koncert alatt azt a matematikát, amit Sanyi megért nekem. Képzeld, Viktor, volt nálunk egy zenekar, és ott a dobos konkrétan azt mondta, hogy nem is hallja a zenét, van egy takot a fülé, ott van a setlista, és tudja, mit kell dobolni, és nem érdekli, hogy ki mit csinál. Ő a setlista alapján megy, és azt csinálja takra. Uh-huh. Mennyire fontos, hogy te azért kommunikálsz? Oké, de hogy hát... Kommunikálom mindenképpen. Tehát akkor azt látod, hogy van egy kiállás, és akkor tehát még már vége a számba, mit játszik ez még? Hát én már befejeztem. Lista hát, szerint már kérdezem. Hát, hogy nyárni kell egyesre. És az igaz, hogy a dobos az, akinek az egész zenekar segít pakolni, aztán az egész zenekar segít lepakolni. Nem mindig. Ő van először ott, és még az utolsó percben is ide egy millimétertel arrébb, ott még kicsit fölemelem, ott húzok a bőrön, ott még hú, most ez más, és amikor beállt mindenki, ott van az összes cucc, akkor közben, hogy gyerekek, 5 cm-re jobbra kéne menni, és át kell pakolni az egész. Nem. Ezt nem engedem. Amilyen zenekarban én vagyok, az biztos nem igaz az a dolog, hogy mindenki segít, mert én például a gerincemben nem tudok segíteni, vagy nem tudok. Na jó, de hát az érthető. Úgy kell kezdeni, hogy szörnyeg le. Szörnyeget kiterítem, és ott van a dobszer. Tudjátok, S8-ba is elég sokat járunk, a képviselőseit innen is üdvözöljük, és bármilyen rendezvényre megyek, bármilyen korán,
Az egyik zenekarnak a dobosa már ott van, és már húzogat, és pakolgat, és még a zenekar sehol, de ő már ott pakolgat. Hát ez nálunk is így működik, hogy először a dobosz felpakolva, mindig azt, hogy ezt összerakva. Az idő, amíg azt összerakja az ember. Meg a végén is ugyanez, hogy a szegény dobos pakol. Mikor mindenki kimál a büfébe, fogja az énekes a mikrofonját, leveszi, sziasztok, te meg... Főleg, amikor még a három zenekar az én dobozban játszik, akkor... Megvárni. Egyébként úgy, mint a hangyák, így egymásra hagyjuk a cuccokat. Várj, és a 10-20, hogy úristen, hogy üti, hogy üti? Nem is érdekes. Igen, nekünk igazából végig kell váltunk eddig mindig az összes koncertet, mert több évvel ezt a mi dolgainkon játszott. De volt már fordítva is, persze. De hogy mint adják tényleg, pakolunk minden, egyik adja a másiknak, ezért elég gyorsan összeszoktunk pakolni amúgy. Mert az az igazság, hogy mondom, én ezt tapasztaltam. És most még egy provokatív kérdés hozzád. Volt nálunk a Nagy Laci, ugye, aki dobtanár, meg dobos is. Tehát például az Endurance-ban is dobol, meg az érzésben. És ő azt mondta, hogy ha hallad egy dalt a rádióban, abból tudja megállapítani, hogy az gép dobalap van, vagy ember játszotta föl, hogy nem jön ki a matek. Tehát, hogyha nem tudja fejbe kiütni. Szerinted egyáltalán, most tudom, hogy nagyon durva provokatív kérdés, a világ afelé halad, hogy a dobot teljesen, most már nagyon sok helyen azt mondják, hogy ráütsz egyet a dobra, és milyen keverés kérsz, a Led Zeppelin 76-os lemezét kéred, vagy a YouTube-nak, mit tudom én, és azt a hangot be tudja lőni. Hát hangot oké, de azt le is kell játszani. Ja, nem, régen is triggereltek, de most általában mindig oda mennek, és így megnyomkodják a izéket, billentyűvel feljátsza, és olyan, mintha négy keze lenne a csávon. Igen. Jó, de most mondok neked egy nagyon jó példát, ezt öcsémnek a példáját tudnám neked mondani. Sokan azt mondták, vagy hát úgy mondom neked, aki nem ismeri, volt, aki azt mondta, hogy lehetetlen, hogy ezt ő leüti, meg kell nézni élőben. Az a másik, hogy ugye általában, Na is mondta, az ilyen produkciók nem élőben, tehát klasszikusan inkább a YouTube-on, vagy pedig Spotify-on, vagy Bandcamp-en, tehát valahol ott léteznek, ahol meg tudod nézni, meg le tudod tölteni, de élőben nem nagyon szoktak, mert ilyen projekt mondom, működnek. Igen, de ezért is mondtam, hogy ő ezeket leüti, tehát... Urak, hát eljutottunk ahhoz a dramaturgiai ponthoz, a föl kell tennem egy csodálatos nejemnek, Vicky Blacknek a műsor megálmodójának a kérdését, ami egyben a műsor címe. Ez úgy hangzik, hogy ki vagy te. Erre nincs jó vagy rossz válasz. Nem kérek szociológiai, teológiai, pszichológiai, semmi, nem kell itt mély analízis, gestáltot se kérek, semmit nem kérek. Az első szó vagy mondat. Azt kérek, ami elsőnek bejött, azt. Úgyhogy most innünk-e Viktortól, olyan csendbe szokott ott ülni már, hogy itt ugye, nehogy azt legyen, hogy elnyomjuk, vagy mit tudom én. Nem, hát én a dobok mögött, így is a hátsó sorból. Te vagy a hátulütő. Én hátulütő. De azért tegyük hozzá, mit mondod, Doki? Csak neked volt, tehát a dobos mindig trónon van. Uh-huh. Ja, igaz. Ki vagyok emelve. Igen, többiek meg csak a... Jó, bánna? Na hát én vagyok a sofőr. Én hoztam a fiúkat. Ilyen frappás válasz. Meg tudjuk jelenni. Igen. Teljesen jó válasz. Mi vagyunk a Jacqueline zenekar. Hát az nem a ki vagy te, hanem ki vagytok ti? Ki vagy te? Most egy riportalany. Gyerekek, Nahi, hosszú lesz. Nem, én egy narrátor vagyok. Életem nagy filmért narrátorom. Igen. Tehát ilyen saját életem nagy filmének narrátora. Főhőse. Bár ha az leforogna, utolsó pillanatban, akkor lehet, hogy 18-as karikánt is felnöklen, de a lényeg az, hogy olyan ember vagyok, aki szeretné a legtöbbet kihozni a rockzenéből, mert ezen lőttem fel, és remélhetőleg a következő generációnak is megmutathatjuk, hogy ez még élhető. Egyébként azt tapasztaljuk, hogy most van egy reneszánsza a rockzenének. És van egy fiatal generáció, akik kezdenek, de ők is a maguk módján értelmezik. Tehát nem úgy, ahogy a mi generációnk, vagy ahogy a numetálos generáció, hanem, és ezt meg kell hagyni nekik, hogy ők újra felfedezzék ezeket a dolgokat, mert
annyira érdekes, hogy egy fiatal lány azt mondja, hogy te figyelj, tudom milyen jó zenekar a P-mobil meg a... No, igen, tudom. Szóval, hogy érted, szóval, jó, oké, de fedezze fel, az az ő... Tudom, milyen volt nekem, mikor először ezeket a lemezeket hallgattam. És hölgyek ura, fedezzétek fel a Jack Green zenekart is. De, nem, még megyünk tovább. Tovább megyünk, Levi. Hát, ki megyünk. Egy szimpla rocker. Nem, eredetileg szobrász voltam egyébként. Semmi különös. Egy basszusgitáros. Doki? Hát, én igazából örülök, hogy itt vagyok, és hogy egyáltalán a zenekarba kerültem, úgyhogy egy egyszerű gitáros, aki próbál minél jobban gitározni, és örülök, hogy ugye a zenekarba került. Van egy szó, egy egyszerű gitáros vagyok a sok közül, ki vidékről a városba került, zenekarba került. Tessék átírni. Na, hát, hölgyek, urak, nagyon szépen köszönöm a Jack Rain zenekarnak, hogy ezt a napot ránk szánta. Innen is üdvözöljük Orbán Norbertet, nem tudott eljönni, és jó munkát és kitartást neki. Szavazd, Norbikám! És nagyon várjuk a produkciókat, ugye ezeket a kettősöket, ezt nagyon várjuk. És hogy szoktuk mondani, aki egyszer eljön a Roppagoda család, az Roppagoda család része, úgyhogy üdv a családba. Nincs ilyen bérszerződés, mert befogadás, semmi, ilyesmi, akkor mit állam? Hanem amiben tudunk segítünk, Vicky Blackhead keressétek, tényleg amiben tud segít, olyat nem ígérünk, amit nem tartunk be. Na, hogy te ismered, Vickynek van egy stílusa, amit lehet szeretni vagy gyűlölni, de egy nagyon egyenes, tehát. És tényleg segíteni akarunk, tehát... Nem kerteltek. Nem kertel. Úgyhogy így végezetül még kettő ultraprovokatív kérdésem lesz. Kettő. Az első kérdésem az így... Hát nem tudom. Mindenkihez vagy egyekért. Szóljon mindenkihez. Ez pedig úgy szól, hogy van egy nagyon rossz napod, de tényleg borzasztó rossz. Semmi nem működik. Vagy heted, vagy amit a lemész próbára. A többiek hogyan tolerálják azt, hogy esetleg nem vagy még ott fejben, vagy akkor mondják, hogy jó, kicsit szívjunk el egyet. Kell megvizsgálni. Igen. Tehát, hogy egy szerintem próba... egész jól tolerálják, mondjuk. Tehát egy próba mit ad? Hát nyilván próbáljuk, ha bajunk is van, vagy nem terhelni ezzel a többieket, hanem beleadni a próbába, amit tudunk. Ki marad a próbaterem előtt? Hát, próbáljuk, igen. Ahogy elkezdünk játszani, azért egy picit az ilyen háttérbe szorul, és nem erre gondolunk már akkor. Persze, de a próba után, mikor már kimegy a hatása az ennek, akkor biztos visszatér az valamilyen szinten. De az is lehet, hogy nem segít is. Nem olyan mértékben, igen. Legalább addig egy más világban vagyunk. Vajon is, hogy látjuk egymásra is, akkor már az életet nem piszkál. Nincs mindig jó pont mindenki, de ezt azért próbáljuk háttérbe szorítani, így van. Ahogy senki nem. Próbára koncentrálunk igazából. Főleg, hogyha mondjuk valami közel jövőben fellépésünk, vagy ilyesmi, és akkor azért gyúrni kell rá, akkor azért arra koncentrálunk valamelyettően. És akkor lenne még egy nagyon provokatív, hát így felvetés. Lejönne itt egy ember, és azt mondaná, kaptok fejenként 50 millió forintot, soha többet hangszerhez nem nyúlhattok, színpadra nem mehettek. Jöhet. Együtt. Csak meg lennék ezzel nélkül? Tudsz írni? Nem. Hát az igazság az, hogy nekünk ez egy hobbi. Ezért ebből megélni nem lehet már. Ezzel mi tisztában vagyunk. Ezt azért csináljuk, mert szeretjük alapvetően csinálni, ugye nagyon-nagyon régóta került a kezünkbe hangszer, ugye, vagy tanulgatunk ezt azt rajta, de azért egy ilyen dolognál nem volt kérdés a döntés. Súnyiban lehet, hogy ez a gitárodnál, de... Éjszaka titokban az alaksorban. Igen. Én is jelentkeznék, mert hogy oké, hogy hobbi, de nekem életérzés is. Tehát persze, benne van ez így van. Ezt nehéz lenne feladni. Lehet, hogy te 50 millió forintért fel tudnád, de jó, egyrészt nem jön le olyan ember. De ha le is jönne akkor legyen olyan ember, olvastam most egy kísérletről, nem tudom hány embernek, hát hogy most volt-e ennek anyagi tétje, de
azt hiszem 5 ember volt kísérletben részt, és 5, vagy nem, 2 napig talán mindenféle elektronikus készülék. Igen, olvastam. Voltak is már 4 óra után. 4 óra után feladtam, hogy minden... Tehát, hogy én hangszer, vagy nem hangszer nélkül, mert énekel mindenhol. De szerintem nem tudnék csendben lenni egy 2 órán belül. De biztos, hogy... Meghalnék. Hiába adnak sok pénzt, mert tök jó lenne, és akkor... Én úgy ismerlek téged, mint aki csendbe leül, szolida meghúzza magát, és azt mondja... Elkólázik. Elkólázik, igen. És főleg, hogy egy kis kólát megiszom, akkor meg... Akkor még jobban csendbe vagy. Egyébként az jutott nekem is az eszembe, hogy... Itt, tehát ti vagytok nagyjából ugye a 220. riport, hogy mi készült a lopagodába. És 5-en mondták eddig, hogy ebből élnek. Azért nem tudom, hogy ez a magyar rockzenélve a zenei világra vet egy kicsit rossz fény, de én nekem mindenki, aki időt, pénzt, energiát, éveket beletesz ebbe, hogy valami olyat adjon, ami nem csak neki jó, hanem valami pluszt adjon. Én úgy gondolom, hogy aki megy a színpadra, annak kötelessége valamit adni és hatni. Mert én elmegyek egy nagyon rossz hét után, nem megyek egy buliba, mert nem érdekel, neked milyen heted volt. Nem az érdekel, hogy nekem az, ami rossz, az kimenjen belőle. Érted? Igen. És ha jön az energia, akkor én visszadobom neked, tehát az nagyon jó, és akkor mind a ketten jól járunk. Tehát azt akartam ebből kihozni, hogy nekem minden zenész, aki itt járt a lopagodába, meg jár, meg jön, meg minden, az művész. Igenis az. Mert föláldozza az életét valami nagyobb cél érdekében. És az a művészet. Hát igen, tulajdonképpen a cél az, hogy szóra. Magyarországon azért nagyon kicsi a piac ahhoz, nagyon sok zenekar van, meg főleg mindenki a régieket, tehát hogy ilyen iszonyat ez a... Hogy hívják ezt? Nem antik várizé, de az a lényeg, hogy mindenki... Jaj, mert csak a régi zenekereket kell hallgatni, újat nem kell. Igen, mikor a Vikinek mutatok ilyen számokat, akkor mondja, hogy oké, nem érdekel, hogy a Don Kanyarba, a Tábortűz közül milyen számokat hallgatok. Mutassuk, ma az új. Igen, igen. Jó, ő máshogy, nagyon kevesen állnak így hozzá. Tudod, Nahi, talán mi a rockpagodában vagyunk az egyik, vagy talán az egyetlen, aki a kortársat igyekszik bemutatni. Nem az, aki volt, meg hogy egy, hanem próbáljuk, persze az is megjelenik, de alapvetően a kortárs, most működő zenekarokat. És a többsége, a régieknek él meg ebből, az újak közül egy-kettő van, akit támogat. Itt a MOL, meg minden. Igen, köszönöm szépen. Igen. Most leszünk letiltva. Na, igen, szóval, most... hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Végezetül kérnék szépen mindenkitől egy-egy mondatot, hogy mit üzensz a lopagod a nézőinek, mit üzensz a Jack Range követőinek, potenciális rajongóinak. Egy személyben, Nahi. Nem, most mindenki. Sándor. Nem, hát most dolgokat kezdünk. Örülünk, hogy itt lehettünk. Nézzétek sokan a lopagodának a interjúit, úgymond, vagy beszélgetéseit, és gyertek sokan a koncertjeinkre. Nem, gyertek sokan a koncertjeinkre, nem. Mert akkor lesz, mint a levesbe a Amíg akkor lesz, mint a levesnek a pritanit. Köszönjük a rockpagodának, és nézzétek a műsort. És gyertek. És menjetek Jack Lynch koncertre. Igen. Köszönjük a Rockpagoda TV-nek a meghívást. Reméljük, hogy az ország legjobb TV-jévé növi kéri magát nagyon-nagyon ugye, hamar. Az első számú Rock TV legyen. Mindenkit várunk a koncerteken. Nézzétek és szeressétek a dalainkat. Köszönjük szépen a meghívást a Rockpagoda TV-nek. És kövessetek minket a Facebookon, YouTube-on. És várunk a koncertet. Sok szeretettel. Igen, fönn vagytok Facebookon, YouTube-on, Instán fönn vagytok, Spotify. Tehát akkor, ha valaki rátok ír arra válaszoltok, tehát ír, hogy bocsi, nagyon tetszett, tehát bármi rajongói megkeresésre. Toki az első számú nyilatkozó, tehát őben ki lehet írni bármikor, lehet hívni, lehet hívni bármikor. A vágyvonala, ugye? 0690. Toki XXX. Egyébként, ahogy a YouTube-on hozzáérkeltek, én ott azért szoktam válaszolni, meg szoktunk. Toki XXX. Aki bárki, de pozitívumokat szoktak igazából. Sok, azért ezt akartam mondani előbb, hogy ugye voltak, aki írt, hogy várják a következő klippet, várják, hogy csak volt, aki nem tudott eljönni, de szívesen jön a következő koncertünkre. Úgyhogy
pozitívan nyilatkoznak rólunk. Hölgyek urak, én minden riport végén szoktam tenni nagyjából egy összefoglalást, hogy milyenek láttam az adott zenekart. Nálatok egy kicsit nehéz helyzetben vagyok, ugye, mert Nahi most érkezett, tehát az még úgy egy kicsit nem, de amit eddig csináltatok, és amit Nahit ismerve, ha ügyesek vagytok, hogy levest idézzem, ha ügyesek vagytok, és minden lennétek azok, akkor ti egy hihetetlen egyedi zenekar tudtok lenni. Nem csak egy jó, mert jó zenekarok vannak, hanem egyedi, amiből nagyon kevés van. Úgyhogy uraim, sok sikert kívánok, kérdés, a Rockfagoda támogatása maximálisan mögöttetek van, Vicky Black támogatása mögöttetek van, bármivel tudunk, keressetek minket. Köszönjük szépen. Kérnék szépen egy-egy elbúcsúzó integetést, meg egy-egy mondatot, vagy egy szót, hogy sziasztok, szevasztok. Sziasztok. Gyertek sokan a koncertjeink. Hello, sziasztok. Szevasztok. Van valami zenekari közös felkiáltás, csatakiáltás, ilyesmi? Meg nincs. Nagyjad? Majd kidolgozzuk. Kóla! Nem, akkor azt kérni, visszaszámolok is, mind egyszerre kérni, hogy Jack Range, azt üvöltem. Ja, jó. Tehát 3, 2, 1. Jack Range! Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Ez jó, hogy a Power Rangers-t kiabáltunk volna.